Szevasztok, péntek van, zárul a forduló, már csak három meccs van, amit nem tárgyaltunk ki, úgyhogy erre most akkor rögves sor kerítek. itt van ez a derbi, nehezen mentem rá. Megszokhattátok már így az évek alatt, hogy egy kolc meccs általában korán jön. Hát most, ez így elég volt élőben, de most akkor felidéztem. Kolc Podcast már kim van, vagy esetleg valaki lemaradt, vagy nem követi, hát az hiba. Nagyon depresszívek voltak a fiúk, a Kolc Drucker fiúk, hogy most itt kikaptunk a buccaneers én meglepődtem rajta, megmondom nektek. Én úgy voltam vele, mert bár nyilván lehúzott, hogy így sikerült kikapnunk, de... Hát figyelj, állítólag ez egy ilyen csapat, aki jött hozzánk. Nyertek valamit ugye télen. Mentünk velük. Egy egy, ott maradtunk, néha mi vezettünk, néha ők. Ahogy azt mondtam, lesz pontunk. Tudtam, hogy lesz pontunk. Ez azt jelenti, hogy mi is marha erősek vagyunk, ugye? Hát ezek alig bírtak be megverni. Ez szóval azt jelenti, hogy bajnoki kaliber? Hát nagyon úgy néz ki adom, megyünk majd visszavágó Super ér Ez már ilyen ízelítő volt, érted? Ritkán szokott lenni visszavágó, de hát most. Mi ott leszünk? Nem, nem tudom, hogy ott lesz neki. Nézzük meg, mi volt a meccsem. Azzal kezdeném, köszönjük szépen az MTK baráti körnek az új mezt, amit küldtek. Állítólag ez ilyen régi, vintage, hát jó, van értem, már csak a keresztbe csík hiányzott róla. De az akarta volna a számot, úgyhogy nem tudták azt, hogy ráaplikálni, de hát mindegy, a gesztust azt mindenképpen értékeljük. Xavier Rocha leginkább motivált, így a nagy elődöknek a mezébe tud játszani, és hát ő veszélyes Bradynek a labdájára. Szóval ilyen akkor Buccaneers, ez azt jelenti, hogy a végén pont. Megyünk blokkolni a pontot. Hát az meg lesz. Mondtam a Misinek a mérkőzés előtt, ha már kerek. Leblokkoljuk a pontokat. Többes számba. Hát mégis. Nem blokkoltuk le, de már az elsőnél ott voltunk, érted? Tehát, hogy rövid volt a pont, pinyonnak, mert nem volt helye, és egyébként holding volt a bugsban. Szóval rettentő közelre fel tudunk jönni. Hát, ugye a bajnoki címet a special team nyeri idén megtanultuk. És akkor így a 30-asról támadunk. Rendben van. Rövid futások, reménytelen passz harmadikra. Lentületbe jöttünk, 3-0, jól kihasználtuk. Igazából tudjátok, mert Kolc ugye nem egy jó gangster csapat, amennyiben örökölt labdáról beszélünk. Turnover után, de ez nem turnover, mert ugye simán csak ronda volt a pant, és holding volt benne, tehát nem arról van szó, hogy ez turnover lett volna. Azért nem vittük be TD-re, hát amúgy bevittük volna. A Gronkowski csinál 20-at. Mi úgy vagyunk vele pár ilyen játékot engedünk, hát aztán már az opportunista defenzünk úgyis elveszi. Ugye attól, hogy haladsz, azt hiszed, hogy jó úton vagy, valójában csak hát érik az, hogy elvegyük. De hát rock. Hát kiesett a kezéből a pikk. Odáig rendben volt az opportunista defenzünk, ha hát összeállítjuk. Fiúk! Kiadjuk magunkat, hülyének, hogy tudjanak haladni ellenünk, aztán egyszer csak elvesszük tőlük, mert jön a labda a kezünkbe. Hát így is van. Hiába Brady van ott. Rokja színnak, meg lehetne az, csak hát az a baj, hogy olyan játékosokat álltunk olyan helyre, akinek a kezéből, ha bármi kiesik, érted, lisztet dobnád, ugyanott nyersi egy labdát megfogja. Harmadik és tíz, akkor uh, Gadwinnak valami screen dobnak. Leonard pancsolja a labdát, nem olyan, mint a víz, hanem tudod, bepancsol neked jó nagyot. Azt tudod, hogy ki volt, Steinberg ügynöknek. Ezt feltette ezt a kérdést. Leonard is pancsolja a labdát, kiesik, érted? Harmadik és tízre megszerzi a Hát mi így dolgozunk, érted? Nincs meg a pik, hát akkor mit tudunk csinálni? Kénytelenek veszünk fanbőlt. 26. elvesztett labdája az ellenfeleinknek, nekünk annyi szerzet van, és 98 pont jött belőle, mind a kettő a legtöbb és egy más csapat csinálná, akkor azt mondanám, hogy ez tarthatatlan ez a szintű, aztán majd pont a decemberre, meg a januárban majd elfogy ez a fajta szerencse. De nekünk nem fog elfogyni ez, mert tudatosan csináljuk, érted, a Turnover Mák. Ma is Turnover Mákos buktát vettem volna, mézzel. Nem szeretem, de hát most mit tudok csinálni, ugye ezzel tudom segíteni a fiúkat, aztán küldöm Dariusnak, de hát nem lehetett kártyával fizetni. Na hát most így elmondtam, hogy büntetünk belőle, hát nem éppen az történik, mert mert passzolunk, pass protection kéne, az nehéz. Ami falunk, hát az a legjobb, hát pass protectionben nem a legjobb. Beret jön, elkapja. Szekket csinál mi igen. Úgyhogy harmadik és kettőre mindez megtörtént, nem, harmadik és kettőre feljövünk. Pitmennek nem jó labda, mert nem várja, hogy jöjjön neki a labda. Én se várnám, én lennék Michael Pitman harmadik és kettőre, és a kolcba lennék azt várnám, érted, hogy futtassuk már meg, van ott egy ember, aki szokott ilyeneket csinálni. Nem várja, leesik a földre, pont. Sérülés van a Bakunészbe, leve komoly baj, hogy a Marpet inaktív volt, mert már lehetett tudni, hogy nem játszik, ugye a Balgárd. Helyette volt a Stinni, aki a rájátszás menetelésben beépült a kezdőcsapatba, nem volt jó, de van rutinja. Hát most ő is kidőlt. Hogy egy harmadik számú Balgárd jön be, ez a, Leverett nevű ember. Na jó van, akkor deforestet, majd megnézzük, mennyire bírod visszanyomni. Harmadik és kettő. Leonardnek megy a check. Down. Star minusba. Hát Taylor Star Wars, érted? Hát nálunk a rotáció van, megőrülsz. Harmadik és nem. De and out. az a lényeg. Feljöttünk, 3 out. A mind a két csapatban rettentő a defense kemény, mi? Így lehet csak eljutni a bajnoki gyűrűig. Jonathan Taylor nem indul. Hallod, adunk neki labdákat, de hát nem indul el. Ezek általában tudnak futást védekezni. hát akkor meg is rettenünk tőlük inkább akkor. mit mennek, ő meg elejti. Hogy lesz ebből győzés? Teszem fel a kérdést. Mert nem nagyon bírunk futni, nem bírunk, bírunk passzolni. Hát még lehet más, hogy lehet persze defense. Jó ja, defense. Megnyeri majd? Meg hát, mert jönnek. Check down Brady. Rengeteg check tudunk nézni, hát erre épül. És eltemetjük Lenit. Adjad már, alapszakasz lenni. Ez lesz egész nap. Semmi esély rá, hogy ő ellenünk bármilyen kárt okozzon. Ismerjük már őt jaguároktól. Nekünk sikerül egy passz. Paszkál, ugye? Hát a név kötele ez, akinek tudnánk adni. Paszkálnak. Fumble. Lavonté, David, labda, elhagytuk. Hát az ezért van turnover mák. Vagy az elején úgy nézett ki, hogy hát, hogy mi nagyon kemények vagyunk turnoverből, de el is adjuk, és ezáltal így hígul. Tehát nem az van, hogy ilyen nagyon plusz 80-as a turnover mákunk, mert az tarthatatlan, de hát szerzünk, és aztán el is adunk. Tehát így igazából nem lehet azt mondani, hogy a szerencse fiai lennénk. Szóval rövid pályát adunk a Bradynek. Egy kis titan használatot tudunk nézni, illetve a rövid yardokra ráküldik a Fornettet. Cubisnik folyamán a Sandy Ráfejel Brédire, re úgyhogy boldogan átadja a QB helyett a lehetőséget, hogy ó, ugye meg a running back fiú, úgy is van futással. 7-3-ra megfordítja mérkőzést Tampa. Jonathan lerász néhány szerelést ilyen tömegjelenetekben, amikor Dulint előre zavarjuk. És akkor jönni fog a play action bomba special team gunnerünknek. Arról van szó, szóval azt játszik elsősorban néha muszájból wide receiver. Hát akkor mennyi eston? 62-ről. Hát igen, ezért hoztuk ide. Kicsit csupaszom van csórikám, de hát érted, jön a tél, néha most nekem is jobban kell a sapka. Szemüveget nem érdemlünk ilyen performance után. Győzés lett volna, hát akkor is. Na de hát akkor kárszonunk. Hát meg vagy elégedve vele, hogy adott a 62 jardosat az Eston Dulinnak? Sean Murphy Bunting, a labdát. Touch! ha már special teamben nem bírja bevinni, ugye, mert jó dobják a pontot, pontosan, van neki special team touchdownja, recoveryből, hát azt a nehéz begyűjteni. Eston Dulinnak így van, érted, Gunner fusson útvonalakat. Láttunk már ilyet Super is, ha egész jól működött, ugye, Seahawks. Most nálunk ez van. Nagy emberünk, ugye, Strong nem tud bekerülni az aktív keretbe, halva special teambe gyenge. Itt van Dulin, hát ő jobb nála sokkal, előre kütük egy útvonalra, egy TD. Ugye, nehogy még egyet oda menjen. Igazából erős a special teamünk, már kénytelenek vagyunk a játékosait beküldeni defensebe is, meg offensebe. Ezt látod, mert Brady másolná akkor a Carson venced, hát gyakori, ugye, hát kitől tanulja, nem a jobbtól. Indítaná Scatti Miller irányába, meggyógyult, most már Elégi Eléggé messzire megy, hőtérkép alapján meggyógyult. Halljátok a mi I.C. a Hát sokáig azt hittem, hogy kik a aztán felejtsd el. Hát folyamatosan játszik defense-be. Hát volt egy kis ptsd m amikor először megláttam TJ Rushing annak idején, mikor beállt volna a cornerbe, hát azt nem akartam volna nézni előzezonba se. De hát itt van Isaiah. Hát milyen jó nyomja halott. Millernek ki kellene érni a szélre, ugyanaz az útvonal megrajzolva, szépen előtte tartja a saját kis testét. Rogers úgy dönt, hogy most akkor ő ér ki oda a szélre. Bréd indítja is a labdát, ahova kellene menni a gyereknek, oda a corner megy. Leszedik kész pikk. Hát erről van szó, öreg. Hetedik körös, meg UDF a gyerekekkel. Oltjuk a hosszú TD-ket, meg a hosszú interception -t. Hát erről beszélünk. Jó forma. Hát akkor így meg is tudjuk állapítani, hogy jobb kótörbek nálunk van ezen a mérkőzésen. Ugye, hát a matek nem hazudik. Nézzük. Olyannyira komolyan gondolja Frank bácsi, hogy kiküldjük MT formációba. Jó, no, jó van, nézzük. Kimegyünk egy plérát, hát ki nem szarja, de ugye exotikusan kell. De nem, mi kimegyünk folyamatosan MT-be, néha bejön Taylor, de teljesen elengedjük ezt a részét a fotballnak, nem szeretem nézni, tudjátok, nem annyira bízok a csapatba, amikor dobálni kell, de hát végül is némi lazítás után Dojnak, Heinznak ilyen könnyebbek, előhúzzuk az ultimate fegyvert, ugye hát nálunk legveszélyesebb, azt tudjátok mi. Hát a passzinter. Nálunk senki annyit nem csinál, mint mit csinálnánk. És ez azért jó, mert a Vents megint hát alul dobja Pászkát, fordul vissza, néz hát a mögé, már megint rövid lett a passz. És akkor Sean Murphy bunting, neki szaladt, hát jön a passz Öreg, ez a pléjóba se bírod levédeni. Tehát ott is jönni fognak ezek az aluldobott labdák. Még Murphy bunting nem ért, hihetében először dobtak rá zászlót. Múlt héten, most idén már második egészen durva, de hát ez mindig jönni fog. Jonathan Taylor, tizenvalahány valahány yardos megiramodás, hát a közönség megőrül egyből, ők azért jöttek ki, szaladjon az a jó felépítésű. Csinálunk valami playféket balra, mint hogyha arra menne a játék. Visszavált Vance, elindul a jobb keze felé, és hát kihasználjuk azt a mecsapot. Amit azért már sokszor meséltem nektek, hogy a titan kilép hátra a Buccaneers zónába, doyle esetünkben, Hát most nem a Jason Pierre Paul. Pierre Paul levitte volna. Ezt mondja Bolsz. Hát ő kiért. Jason ott bezónázza. Jó, hát akkor ahogy hátrál volt a külső linebacker célterület felé, hát biztos ő levitte volna, és Anthony Nelson van ott. Hát a Doyle megoldja, könnyen elszakad, megjátszható. Carson meg tudjátok, hogy mindig pontos passzokról volt híres. Most is így van, higgadtam vörös zónába, touch nagyon jól megyünk. A leghűségesebb versenyzőnk, ugye Holt versenybe Doyle, 17 hétre módosítja az állást. Lépnie kell a tampának, össze is raknak egy drive-ot utána, Gronkowski valami 26 yardos elkapással jelentkedik ott középen könnyedén, ahelyett, hogy feladnák hallod. 10 pont a különbség idegenben vagytok, hát nem, itt az amatőrsportban szoktam olyat látni. Inkább úgy feladnád. Ezek meg így egyenlíteni, meg fordítani akarnak. Hát mégis van passzolt idéje Bradynek, Leonard Fornettnek adja oda, besétálja a maradékot, regulár lenni. két percre levitték, hát most akkor ez nem sikerült olyan jól, de maradékot azt majd kihasználjuk. Tivaj látom attendingeli a részvételt, vagy mi ez? E rendezvényt. Rendezvényen részt vesz Tivaj. Na, akkor menj a labda neki, végre már. Damu Kongsu Szekket jegyez, hát igen, Pass Protection, nehéz téma. Carson Wentz indít, Pascal, nem bírja lehagyni az Edwardsot, ha uh, ú, van neki más baja is van mostanában, de veszélyeztetünk akkor is ágyú karjával Carson Wentznek. Vagy ha nem ágyú, értem, az nem illene a képbe, az ilyen lórúgás az olyan, amikor Carson elindítja a erővel. Szóval meglőni a Pascalnak a távolit, hogy ez így figyelni kell ilyen rá, de az Edwardsot nem bírja lefutni. 3. és 15. Ó, Carsonnak kellene versenyt futni a Damukong szuval. Önálló futás, scrambling. Hoppa, elindul ez az lábán. Nincs közbe ásó. Úgyhogy én ennek már örülök, de aztán ki is lép, van a first down. Pittman már a Tampa Bay 35-ösén van. Akkor a Mo Eli Cuxnak. Mo Problems. Jön a szokásos kötelező egy az letudva, innentől kezdve tudunk normálisan focizni, mert most, ha nem kötnek gúzsba bennünket az, hogy előbb-utóbb meg kellene dobni az elikáxnak. Jack Doyle beír a vörös zónába, ha a Murphy Bunting nem bír szabálytalankodni se. Folyamatosan rajta van a térképen, de hát inkább a pósterre kerül, mert ő nyomozza éppen, hogy merre megy a labda, valahogy ott találkozik emberekkel, csak hát szerelés nincs, úgyhogy ki tudjuk használni, még nem ért vissza arra a szintre, amit tud, hát nyilván erről van szó. Heinz ötösön belőre viszi, fél perc van, de vannak időkéréseink, tehát teljesen mindegy, hogy az óra mit mutat. Negyedik és egy, Frank bácsi, hát figyeljél, igen, tudjuk, T.Y. teszem. Desszírt látja, aki hát ugye volt nálunk két évet, vagy három évet, Pierre. Pályán is volt, tehát nem úgy csak, hogy gyakorolni, tehát T.Y. ismeri, volt edzésen. Hát tudja azt, hogy ő mire harap, zárójelben mondom, mindenre harap, ezt tudja tívá is, volt olyan edzés, elszakadt de szírtől. Hát most nem elkezd szakadni kell, amit a gólvonal környékén. Jó, karfesz távolságot megtartja, és akkor dobja neki Kársz. Tács! Kihasználta, itt van akkor Eugene Tyron Hilton. 24-14-re. Húzunk a szünetben, hát ez meg lesz. Folytatjuk a dobálást, amíg Devin White-ot ápolják, hát nem sokáig, úgyhogy ki kell használni hát tudod, így a bozféle blitzeknek a középpontjában ő van. És akkor nem bírja oda küldeni? Hát talán majd valami más kitalál. Felek, hogyha felgyógyul, akkor meg mindegy. Minden esetre a Pitman megfog egy masszívabb labdát, ami még pont abba a helyre érkezik, arra a helyre, ahol még a Winfield nem ér oda, nem bírja felvenni Pitmané. Kétszer is komolyabban merre tudunk lendülni. A Jonathan Taylor-féle screeneket hát eléggé utálom nézni, de néha sikerül például, hát most is tudunk egyet nézni. Grensonnak kötelező gyakorlat, neki is egyet muszáj a rítkapitánynak, kapitánynak megígértem. Magát nem rúgom ki. Kylen Granson fogja, viszi előre vörös zónába. Hát inkább neki dobálnám, mint a Moeli már bocsánat, pedig tudom, hogy magas. És van hét passzunk, úgy jövünk ki a szünetre, szünet utánra. Megbeszélték narancs közben Frank bácsival, hogy fiúk, azt hiszik, majd mi futtatjuk, hát tudjátok mikor. Szétdobáljuk őket Indianapolis fotball. Erre nem számít a Vitavea, hát látod, hogy nem számít rá. Meg arra se számított, hogy Vitavea. Ne gyere ide, mert a fogadat. Volt ilyen, Glowinski-nál, Jaj, mit akarsz, ilyen kemény vagy? Mi nem csak mondjuk vágod. A vitavea, hogy te is egy kemény vagy, megelőd a futást mi. Jó, ugyanezt fognék ő, hogy tud biciklizni. Kiütötte nekem Glovinszki. Hát mi nyomjuk vágod, ezek nem hazudnak. Na, tehát az a lényeg, hogy a több passzunk van, akkor az több peszrás. Hát igen, a kettő az azért együtt jár. Jön Sekil, Berett, Stripsek, felszedi saját magának. Okozza és megtalálja a bölt, Na hát pedig milyen jó kis potens drive volt. Lejövünk logo orral. Nálunk is van ám Elite Hát itt van az első éves gíniai fiú a Quitty. Mondjuk ő csak csak szekket jegyez a másik rozsomák ellen, nem pedig strip szekket, de hát az is jó. Mondja, akkor elkapja a másik rozsomákot, nem a turnover mákot. Harmadik és nyolc, rozsomák Brady passzolja Gronkowskinak, rövid a passz, tehát sikeres, jó helyre megy, de hát sok helyet kellene még megcsinálni, és alatt Gronkowski áttolja a védőket. Mennyit? Kettőt? Hát arra nem mondanék semmit, de hát hármat. Odaállnak hárman, ha a családos ember, aztán áttolja. Hát mit szólnak majd ehhez otthon? Borzasztó nézni, de nem bírjátok visszanyomni a... Szezon legjobb meccse gronkowski -tól. Jól időzítettetek ti is, amúgy kiagyott egy csomó. Akkor Scotty Miller előre szalad. Rövi Rock. Messzúzás. Biztos jól látták. 37 jaros büntetés, messzhúzást követően passzinter akkor Breit leváltja leváltja 87-est, megnyugszunk, nem, mert ő is megfogja. Lenőrt meg befut, 21-24. Lenölt Fornet, ja, el kell mondani, nem Darius. Az csúnya lett volna, mert az öngó lett volna. Hát az még egy, egy, új szituáció. Bezzeg mi, ha mi sose futunk. Sose, csak Vence dobálja. Hát figyelj, doljonak a főzdánokat dobálja. Hát az végül jó jól az, hogyha végig megyünk, ha nincs vele bajom. Csak hát amikor rámennénk, ugye akkor a kivégzésre, ugye a drive végén, hogy akkor most belövi. Hogy Venc meglövi, ha a szemem kiválnám, amikor láttam azt, hogy a Pitman mit csinál, halad az Antoine winfield el szemben. Tudjátok, hogy mekkora a két csávó? Hát a hóna aláig ér az Winfield. Kis csibe módjára Pitman a levegőben lévő labdát nyomozza, mi a fene legyen, most akkor nekem jön, hova jön és Winfield, az meg, a innen idáig átugrik, ott nem is látszódik a telefonnak a tetejére se, vagy mi ez? kamera szög olyan magasra. És leszedje a feje fölül a nagy Hát öreg Michael Pittman, hadd kérdezem már meg a scouting reportban, mi volt kiírva az első sorban, mi az erősséged? Contest labdák, mi? Aztán ha az a legkisebb gyerek a pályán, elszedi. Még legagresszívebb is, az engem nem érdekel, meg hát a Damu nem ért egyet. Glovinski, hát a másik csapatban van. Szóval ez. Hát ez valami egészen borzasztó volt. Nehezen tudjátok átélni, mi? Hát gondolj bele. Csapatodban a legnagyobb cula. Ugrana érte, aztán elvinni előle a nem tudom, az 5-9 magas. Hát az, 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 fáj nekem eléggé, meg vissza is vele egy kicsit, de nem olyan vészes. Hát ez hogy volt? Hát normális labdát kiosztott Carson, érted a messzibe. Aztán nem te jössz le vele, hanem egy másik, egy ember van ott rajtad ki. Minden bajom van ettől. Na, hát Brady így boldogan dobogatja picseket a Ronald Jonesnak, tehát kompletten utazó sebességbe van robotpilóta. Meg hát a Gronkowski azért néha még egy pár koldbólot hülyét csinál, én arra már nem mondok semmit, alatt. De hát akkor végül is Buckner beüt egy szekket, mínusz 7 yard, hello de forest, Játszok, játszó, jó játszok, leveretted, kibírod használni, hogy ott van. Semmit nem tudnak csinálni, vágod, mert Brady átveszi, dobja. Szóval ennyi. Nem arról van szó, hogy ott nézegetni, hogy a messzibe Mike Evans hol van. Az nincs ilyen. Nincs hatása a Pestrasnak a játékra, érted, mert 0,1 másodperced lenne, mi nem érté oda. Hát ah, most egyszer odaér Deforez, de hát túl korán, mert Gronkowski visszaviszi azt a mínusz hetet, sőt, Breit meg a célterületen van, földobja magát, azt azért adjuk meg. Kire ment a zászló? TJ Hát halad azért. Cameron Breit. Meg is csak azt tudom mondani, téged lefizikál a TJ Carey, gondolkozzál el. Ez itt, ő dobta magát, vágott. Kicsit hozzáért, alig várta essen. A izére, a 37 járos passzinterre azt mondom, hát az az volt, érted, volt messzúzás, de hát ez. Társadalmat azt Ronald Jones csinálja, 28-24 az állás. Na futunk végre? Igen. Hó, kivel? Carson Wentz indul meg, Fumbull. Hó, marad nála, jó a nyugi van. Holding volt, 3. és 17. Hát arra odaér a úgy úgyhogy hagyjuk inkább pant. Tampa véletlen se fociznám a számokon kívül, tehát azt felejtsd el. De most kivételesen, hát sikerül megakadályozni őket a haladásba. Mindvégig tudjuk, hogy mi lesz, tehát vagy a titan kapja, vagy a Fornet. És mind a kettőt visszanyomjuk. Hát három playbe egymás után megfogjuk Fornetet kétszer, meg a Breitet egyszer. Úgyhogy pont, hát nagy mákunk van, érted, nem a Gronkowski volt ott. De akkor így kivédekeztük Srienaut. Hát most a végén bekeményít a defense, bajnoki kaliber, és a pontot. Elbubúzza Nahim. hallod, Nahim, hát a közönség kedvenc. mindenki imádja őt, aztán itt meg nem bírja megfogni a pantot. Hogy lesz ebből győzés? Gadwin közelít, de Leonard látványos vetődése, azért az nagyon kell, hogy kívül tartsuk őket, célteleten beleüt a labdába, úgyhogy nem zászlózzák be a ezt, pedig nem sok, nem sok köze volt hozzá. Beleütött labda után ugye nincs defensebe Best inter. Úgyhogy ez úgy jó volt. Egyszer még szvatolni is kell a Brady-nek a labdáját, vagy hát belesáncolni ott a védőfalban, ami után úgy lepattog, úgyhogy ezzel megúszuk, hogy közte csak 7 pont lesz, mondja szakap betalál. Na most elővesszük Jonathan Taylor-t, ennyi kellett hozzá, milyen jó hallod. Hát figyelj, van még idő, van, de ráadásul rettentően pihentnek számít. Tehát a defensehez képest ő olyan friss, mint bárki más. Aztán akkor úgy, adjuk neki a labdákat, működik, hát működik a futás. Félre toljuk őket, ha mondjuk a támadó az fáradt, mert ők passzprotektáltak folyamatosan, amiben nem is jók, de akkor most az igazi fotball megindul Jonathannal. Egy-egy passz van a t Wynak, meg a Heinznak, de hát az igazi csőt csőtörés, az nem a kőtörés, az van most. Tásdán Tazdi beviszi Taylor, tessék, 31-31 a földön, túl korán. Hát korán. 3 perc 29 az órán, ezt nem bírtuk volna jobban elhúzni sajnos. Jön Brady 25-ösre, első és gól. Saját 25, mutatom. Az eléggé húzó szituációnak tűnik még, hogy onnan. Hát figyelj, első és gólt, hát az, az még lehet kalkulálni, volt ennél rosszabb azért a hétvégén, szeretném akkor megmutatni Florida nem meccsről, South Eastern Louisiana ellen. Na hát vágul, ez azért már negyedik. Tehát az itt, már, itt már lőni kell a célterületre, az, az más. Holnap, szombaton, fullos FCS összefoglaló jönni fog. Összes playoff meccsről, 8 playoff meccsről, brutál. Gondolom már mindenki várja. Godwin akkor a szélen Chris Godwin, lehetséges, van élet a számokon kívül, hát egészen durva. Bemozdul ez a Leverett nevű fiú, amúgy el tudják palástolni a játékát, másban nem nagyon látott, hogy baj lenne vele. Lenny lefut két percig, Megszokott játékok működnek, tehát az előbb mondom, kivédekeztük, de egyébként meg ugyanazt ragozzák, működik állandóan, most is. Brady türelmes adja közelieket. Szóval erről van szó, mi defenzünk az olyan, érted? Mi engedjük a közelit, ő meg szereti megdobni, hát akkor csináljátok, fiú. Mi defenzünk a nagyobb problémát okozna Jasnak, Hello, az már megtörtént meg a Mahomes-nak, akik ilyen türelmetlenek. Hát a Brady 44 éves, hogy már türelmes vágod. Megvárja a futó, megnyeri a meccset. Szokott olyat nézni közelről? Akkor Lenny rutintalanul tásdánt fut 28 yardról. Há öreg, hát hú, korán nem tanultál semmiből? Beviszi érted, kell neki a negyedik TD. Hát az nem olyan sok, azt mondja JT. Kappa meg a Godwinnak nagyon stabil blokjai vannak. Leni üresen be tud szaladni 20 másodperccel a vége előtt. Tehát az örökké valóság mi? Hát nekünk, hát nekünk van egy Ice Rogers. Azt nem kalkulálták, nem bírod a kapu mögé, akkor ő hozza. Ice Rogers visszahordás. Tampo 32-esén bírják nagy nehezen megállítani, hát nem lett TD. Csalódunk azért, mert ha hát bevihetted volna, de hát mindegy. 10 másodperc van, 32-esen, az két play. Igen, David levédekezi a dojt, aztán marad az utolsó lehetőség. Jobbra mozog ki Venc. Megáll, átdobná a másik oldalra balra, röviden dobja, nem megy el a gólvonalig se. De hát a Dessir leszedi a Pitman elől. Úgyhogy interception is, meg rövid is, szar minden, nem ment be a a labda. Hát mindegy, pedig itt megkaptuk az utolsó lehetőséget, elpocsékoltuk igazából. Akartunk még kicsit laszítani ott a távolságon doyle -al. hát már az is olyan volt, hogy muszáj ezt. De hát ilyen Időigényes lett, hogy elsőre is elment volna 10 másodperc, szóval nem az a nagyobb bajom, de ez az utolsó play is hát katartikus volt, de alapvetően rossz play volt. Szomorú voltam, de mindegy. Rodgers, Kyer az eleve egy ilyen flúki dologot odáig elment. Kikaptunk 7 ponttal, ahogy a rossz tippekben mondtam, ez egy nagy meccs lesz, szoros meccs lesz, tudunk majd jönni, csinálunk majd pontokat, de nem úgy csináltuk, ahogy vártam, nem a Jonathan Taylorra építve, mert valóban feladtuk a futást, miután kétszer megfogták nagyjából, meg a következő drágból még kétszer, akkor azt mondta Rijk, hogy jó elég, majd a Carson megnyeri ezt a meccset. Hát ő jobban bízik benne, mint én, hogy ez majd működőképes, figyelj, nem is volt az a probléma, többiekkel nagyobb probléma volt. Közel voltunk, bajnoki kaliberűvel játszottunk kiki mérkőzést visszavágó februárban. Miután, hogy az EFC döntőt lejátszuk, mert hát a Pétriott ellen ugye, egy paritás, az megvan. Végre, Péter Pétriot, egyszerre erős, ha hát rég volt már ilyen. Most akkor az lesz, valószínűleg. Én meg vagyok elégedve, hogy jó, mentünk. EFC-ben akárkival találkozunk, tudunk játszani szoros meccset, egy labdabirtoglásos meccset, NFC-ben kevesebb a élcsapat, de azokkal is tudunk. Hát most is itt volt a példa Év elején nyilván ugye Remstől kikaptunk, de hát akkor még el voltak törve a lábai Vencnek. Nagyon hiányzik az a Seahawks elleni meccsért, Tehát pedig nagyon ritkán nyertek, de ellenünk pont nyertek. Ez így szokott lenni az első fordulóba velünk. Mindegy. Annak kéne, hogy kikaptunk, meg ugye a mérlegünk romlott. Én elégedett voltam csapattal, az eredménnyel, még hogyha nyilván nüanszokban nem is annyira. Bakunésznek tök mindegy, nekik ez egy meccs volt, a sok közül megnyerték kész, Szevasztok, cső. Sunday Night Football Cleveland másik, korábbi Cleveland ellen úgynevezett Baltimore Ravens-zel találkozott nagyon fontos csoportmérkőzés. Baker Mayfield vállalja, hát nyilván vállalja, most azt mondják, hogy nagyon jó hír van, hogy a nem dobó válla, ami ugye hát tropára van, már nem zavarja annyira, mert fáj a sarka és az jobban zavarja, tehát ennek lehet akkor örülni, nem hiszem. Mi van a nagyon sok kérdőjelessel a Ravensből, mert ugye a meccs előtt ugye úgy volt, hogy olyan 50 kérdőjeles játékosuk van, hát végül is 8-at lehet inaktív listára rakni, vagy hát lehet, hivatalosan lehetne többet is, de akkor ez a szokás, hát az öregek azok, akik megkapták a pihenőt, Kalais Campbell meg a Jimmy Smith. Úgy ránézett Harbo, hogy fiúk, így a kérdőjelesek jöjjenek ide, és ők így a két legöregebbre azt mondták, hogy ti most pihentek, többieknek muszáj beállni. Dobi akkor Baker Landrynek, ott van 11 yard rögtön az első playből, ez egy nagyon nagy nap lesz, mindenki tudja, Cleveland passzjáték majd most megmutatja. Patrick Quinn, tekül for loss, hát akkor ez még jobban rámutat, hogy itt majd most itt a levegőbe fogja megnyerni a Cleveland. Landry amúgy üres, 30 yard mélyen, úgyhogy hát működik a terv. Donovan Peoples Jonesnak is megy a célba vétel, Ravens tüzesére az már nem ül, és egyebek se ha már így kérdezed, úgyhogy egy mezőny drive így kezdetnek, 46-ról mellé rúgja meg Laughlin. Lamár felépült betegségéből, úgyhogy akkor várjuk, milyen extrát tud nekünk hozzátenni a játékhoz, amit a Tyler huntley nem láthattunk. Hát sok minden nem láthattunk tőle, úgyhogy ezért vannak variációk, amire rá lehetne menni. Miles Gerett szekkeli, ugyanakkor itt elkapja a harmadik és 12-re visszanyomja. Hát arra a harmadik és 12 pass, az a line of scrimmage-re megy belőle, úgyhogy nem tudom, mekkora reményük volt benne. Ott leszereli a nyúszám egyébként az embert, hozzá kell tenni, hogy el lehet rontani attól függetlenül a szerelést, nem történik meg Gregory részéről. Cleveland rotációjában maradt Jamarcus Bradley, így múlt héten megcsodáltuk, hogy na, itt van, akkor ő lesz az, akire el kellene kapni a fontos passzokat. Ki? Jamarcus Bradley, kérek, mert már ott tartunk a Rashard higgét, most már inaktív, hát annyira gyűlöli mindenki, hogy állandóan fölmész a pályára, ha aztán a labda kerül hozzá. mi lenne, civil ruhába jönnél, és akkor semmiképpen sem szednéd el a célbevételeket Jamarcus Bradley-től. Hát akkor most ezt látjuk élesben, Kapja a jó labdát amúgy már közt, hát erről lenne szó. Megsérült sajnos közben Kanklin, úgyhogy számára véget ért ez az idény, szokásos Blake Hans be áll. Queen újabb minuszos szerelés, hát élete meccset játszom, úgy Petri Queen. Jó szívű Boger bácsi ugyanakkor látott egy defense pass interference-t Donovan Peoples Johnson-nál. Lehet, hogy csak összekeverte a monogramokat, mert van ugye DPI, ami a szabálytalanság, és van a DPJ, aki meg az embereknek a könyöke, Jones. Hát nem tudom, hogy miért. Humphrey nem annyira örül ennek. De nincs több ajándék, és az azt jelenti, hogy nincs több haladás se. Összefüggenek itt a dolgok. Skótnak kellene elpantolni a labdát, hát pont van náluk egy olyan. Hollywood játszik, ő is kérdőjeles volt a mérkőzés előtt. Harmadik és kilencre csinál 7 yardot. Saját 33-asán azt mondja Harbo, hogy fiúk, akkor ezt próbáljuk meg? 12 védő volt a cleveland az előző játékban, és most is. Azért az jó nézett ki, tehát így felállnak, elindítanák, fütyül a bíró. Egymásra néznek a védők, mi volt a baj, hová, jó helyre álltál? Én jó helyre álltam, itt vagyok, itt semleges területet elkerülve. Jó van, akkor húztál valakit? Nem. Hát jó van, mindegy. Befújták, hallottad, mi volt? Nem érdekel engem, veled beszélgettem. jó? Ja. Következő player, gyerünk, akkor, most már megállítjuk őket, ha megint befújják, halad, mi a fasz van már? Hát maradtak tizenketten, ez nagyon tetszett nekem, az az igazság. Egymás után... Lamar akkor megindul futás, megdável kívül ki. Hát van baj, hallod itt a szabálytalanságokkal, életbe tartjátok a Ravens Drive-ot. Harmadik és kilenc, Steelers playbook. Azért hadd mondjam el, próbálják azért a nagy riválisokat lehető legközelebbről figyelgetni, átvenni a szokásokat, amik jók, meg amik rosszak. Úgyhogy az bőven a sárga vonal mögé szigorúan, és mezőnygó lesz akkor harmadik és kilencből. 52-ről Tucker, hát elbírja találni a kaput. Akkor 3-0 az állás. Karim Hunt visszajött a Clevelandbe, ha hát minden drive elején megcsodálunk egy ilyen visszatérőt. Most ő labdázik, mármint Karim Hunt, de hát messze a célterülettől. mélyfélet zavarják a zsebben. Nincs játék belőle, akkor ez is egy pont. Baltimore csak annyival van előrébb, hogy Lamart lehet futtatni négy downon tehát nagyjából ezt, hát mondjuk a mayfield is, az, Mayfield is azt mondaná, hogy őt is lehetne, de inkább azt ne csináld. De hát akármennyire is nem működik támadás Lamarral, hát akkor négyszer rákült mennyi előre, aztán a negyedikre lehet, hogy megvan. Hát már a logó előtt átvetődik egyet, negyedik kísérletre, szóval eléggé el vannak keseredve, vagy már ott ilyeneket kell csinálni. Amikor villan előtte a fény, mármint Lamar előtt, hogy nagy sok test között meglát valami kis részt, akkor nyilván jön a tizenvalahány jardos előrehaladás. Most például a 29-esig jut, de hát inkább ez a ritka sem, mint hogy tendenciának számítson. Enzon löket Andrewsnak olyan jó Bateman előtt pattog le. Hát igen, nem neki akartal, aztán mégis közelebb volt hozzá. Elkapni egyik se volt közel, csak testileg arra volt. Marad akkor a futárkodás. Mondjuk a Devontae Freeman egész jó belelendül, így meccsenként van két jó drive -ja általában, ez lenne akkor az első. Három érintésből vörös zónában mozgatja hollókat. Kettesről viszont nem bírják betolni. Hárból nyilván küldeni őket rá negyedikre, de hát a nagyon rutinos Kevin Zeitler, aki gárdot játszik. Ő azt mondja, hogy figyeljetek, fiúk, nekünk ez a támadás, ez nem igazán megy ma. Én akkor inkább benyomnék itt egy false start, negyedikre, aztán a biztos három pont legyen meg. Hát mennyi eszed van a fotballhoz, Kevin? Arról van szó, false start? Há már hét yard kéne. Azt mondja Harbo, jó, akkor tekkör rúgja be 6-0. Na látjátok, hát nektek három pontot, pedig lehetett volna az nulla is. Mayfield akkor kiemeli Harrison Bryantnek a labdát, az egészen csodálatos meglátás, 40 yard kb, amit ott össze tudtak rakni a barnák. White Cat. Landry nem találja magát, akkor Scramble, mert hát ő az, aki kapja, és nézzük, kinek lehetne dobni. Hát a Jamarcus Bradley van, neki nem jó. Titan deck, oh, jaj, jaj. inkább akkor szaladgál. Ütik, fumble. Odafé, óvé. Összegyűjtögeti az újonc gyerek, hát elhagyták a barnák, benne a nagy play után, benne maradt a pont. Ki használja ezt? Mit gondoltok a higgat Lamar Jackson? Hát Melkason dobja Malcolm Smith-t. Felpattanó labda Denzel Wardé, -e. Interception. Vissza ajándék. Landry akkor mégis csak legyen az, hogy inkább elkapod. Az előző az nem volt olyan jó. A negyedik elkapás a Landrynek, 58 jarnát tart, inkább akkor maradsz wide receiver. A nép Johnson vagy ahogy mások mondják, az emberek Johnson 31 yardoson megjátszható két perces figyelmeztetésnél. Ugye a másik nagy gyors huszáros Schwartz is inaktív, azt nem mondtam, de most akkor kiderül. Joku Kétszer is levédve, hiába keresi a pálya különböző szegleteiben őt békör. Nincs összjáték, rúgás van. 46-ról kapufás gól, 3-6-ra fel tudnak jönni a barnák, egy perc marad az órán. Lamar rettenetes interception dob. Hát Andrews előtt három védő volt. Közülük Delpitt lett az, aki az interception be tudta magának gyűjtögetni, de hát ott volt választék. Mire gondolt Lamar? átmegy a testükön át. ezt már ismerjük. Mayfield akkor hátrál, hátrál, kiesik a labda, nem is értek hozzá szerintem, vagy hozzáért valaki, vagy csak megint a vakont, kifejelte. Hát végül is Fumble Recovery az odafe, away érdeme lesz. Lehet, hogy az előzőnél ő okozta, a fanbőlt, sok fanből, van, hát nehéz felírni, hát tudom. Most meg akkor ő gyűjti be, odafé. Ő volt a tippem az évvédő újonca díjra, na hát most már bemerem valami, nem a Parsons volt. Nem nézek ki olyan okosnak, de egy második helyre szerintem még odaférhet, odafé. Lamár akkor félpályán van, 45 másodperc, higgattan Lamár. Hát jó, az előbb is higgadtan dobtam az interception, nem az volt a baj. Na most a társainak passzol, nagyon ritka. Sammy Watkins és Hollywoodi eljátszogatnak a labdával, Tucker készül, Villanova Holding, Villanueva, bocsánatot kérek, FCS lázba vagyok. Akkor dobni kell, mondja Holding volt Andrewsnak, hogy visszajöjjön a sok yard. Hát annyira soknak nem kéne visszajönni. Interception Harrison. A nagyon piros, a nagyon piros hajú Ronnie Harrison, akit még ápoltak is. Hát leértünk a tenger mélyére, öregem, hát ennél rosszabbá nem lehet. 21 másodperc térdej le Baker, akkor azt mondom, hogy jó, akkor adjuk ezt abba. Jó, tehát ha letérdenek, akkor kikapnak, tehát a löbetűben nem lehet beletörődni. Jaj, bocsánat, akkor dobja, végül is nem a védőknek, de hát nincs belőle már semmi szünet. Ravens kezdje a második védőt, Lamar a mellette állónak passzol. Ez esetünkben például Hollywood Brown négy elkapásból van 28 yardja, szóval speedster emberről azt gondolnát, hogy akkor majd termel itt a nagy pléjeket, de hát nem feltétlenül ezt látjuk. Harmadik és négy. Leírja a söbetűt Lamar a backfielden, mikor látja, Andrews távol van Ronnie Harrisonnal. Lövi akkor arra fele, jön a flag. Szabálytalankor ott a nagyon piros hajú Ronnie Harrison. 13 yardos vonalon. Kiváló meglátás volt a quarterbacktől, egy az egyben a legveszélyesebb ember a távolban van. Lamar akkor az előbb a söpetűt írta le, most egy i betűt ír, de hátrafele, azt azért könnyebb elképzelni, mert hát nem sok variációja van. Fellövi blitz mögé, célterületre, jó, állt, tudjátok, hogy milyen formában van lamár, Úgyhogy nézik a nézők, ott van, hát aztán beszéljek, a drukker meg drukkol. Jaj, 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 ja. jó. Ez az, hát nehezen hitted el, de átdobta minden védő feje adat Lamar. Tásdán Andrewsnak. 13-3 az állás ezzel Baltimore vezetés, vagy ahogy Clevelandben mondják, behozhatatlan különbség. Hát sajnos ez így van. 10 pontot nehezen látod a Mayfield megfordítsa. 11 futásból van a Clevelandnek 20 yardja, szóval hát ez itt a baj. Mert hogy oké, okay, hogy nem hiszel a Mayfieldben, de közben még ezek a hollók elveszik a futást. Mindent tértünk, Akkor következőleg pont, igen, Cleveland így kezdi. Baltimore nyilvánvalóan azt várja, hogy el, elmúljon már ez a meccs. Tehát egyáltalán nem élvezik, nagyon szívesen mennének már haza, elfogadják a győzelmet. Az offense az egyébként Lamar, tehát az, hogy ő dobja, az nem újdonság, de amikor menni kell előre, akkor is ő megy. Jön egy Ruffing the Passer clownira, ami eléggé szigorúnak nézett ki. Sokat számít ezen a meccsen érted, amikor egyik se tud igazán támadni. Mondja, Koch leendő pont helyzete szempontjából, hát nagyon nem mindegy, ez a 15 yard, mindannyian tudjuk, hogy ez lesz a vége, hogy Koch elrúgja, és igen. Cleveland igyekszik nem pontot előkészíteni a következő drive-ból, ehhez Landrynek újabb 35 yardja, az például nagy segítséget számít. Már most szezon csúcsa van az embernek, szóval az, az jónak számít, csak hát nem mindegy, hogy ezt egy három pontos vesztes meccsen csinálja-e. Bowserre is jön egy roughing the passer, az mondjuk így fair, bóger, bácsiéktól, hogyha úgy vannak vele, minden szarra bedobjuk, akkor tessék mindenre bedobni, hát itt van a példalá, gyönyörű meccs lesz ebből, így folytatjuk. Joku, touchdown, 20 yardosról. Igen, izgi meccs, izgi meccs lesz, megcsinálta David, 10-13-ra feljönnek. Na, akkor ez most egy trend, nem pedig véletlenszerű volt, hogy sikerült egy drive? Na, nem tudhatjuk, mert egyrészt még Lamárt nézzük, hogy menekül ügyesen, osztja ügyesen, Ricardnak, miközben menekül, Duvernay sweepből meg megjön a first down. Második és kilenc, éveli a Titannek, ha melyiknek? Mark Andrewsnak, mert az előbb ügyes volt Lamar, megjön az önbizalma, hogy bármi sikerülhet, az viszont John Johnsonnak jobb. Úgyhogy interception csinál a safety, Cleveland 13-asán. Hát most ez egy karpant volt, értem, csak hát második kísérletre vágod, nem annyira fogadod el. Baker, dob egy jót Lendrinek. Tudja, ő itt a precíz higgadt irányító a kettejük közül, majd ő azt megmutatja, hogyan kell lehozni törnoverek nélkül. Ahogy ezt így kigondolod, akkor mély firma dobja is a Chuck Clarknak, aki meg a Ravensbe van, de a safety öléből kiesik a labda. Szóval most akkor csináljunk úgy, mintha maradt volna az eredeti teória. Marad a labda a barnáknál ugyanis. A békörnek fáj a válla, és fáj a sarka is, ahogy azt említettem. Hát ilyenkor mit élvez a legjobban a meccseken? Hát ilyenkor, amikor a QB sneak hívja be neki a Stefanski, hát akkor jöjjön, akkor az. Hát sikerül, nagyon nagy öröm a részére. Queen, még egy minuszos, az már régen volt, itt az idő, akkor jön el, kapja futást minuszban. Utána rögtön Bowser szekket jegyez. Harmadik és húsz, arra egy pont passz, az, amit ki tudnak találni. Nyolc és fél perc az órán, de hát mindegy, majd még visszakapják úgyis. Nem kezd semmit a Baltimore, szóval ez így van, hamar visszakerül a labda, Clowninak a sánca után leginkább. De hát a Cleveland is 3-en out, hát mi van itt, ápolják AFC észak nimbusát, csak hát kevés a sár, úgy lenne itt az igazi, hogy oké, okay, hogy nincs pont semennyi, meg sír a labda, de hát közben, hogy beleragadnátok ott esetleg az olajos sárba, az lenne így igazából a ápolása a tradíciónak, így nem annyira látom. Nem ártanom, hogy a Clevelandnek egy jó wide receiver, arról mit gondoltok? Jó, hát elment az oda bekem, de hát vele se voltak előrébb, valakit keríteni kéne ebben a holt szezonban, nem tudom, hogy van-e rá esetleg valamiféle terv. lamárnak 13. futását nézzük már, Freeman utoléri, befogja, mindig nagy verseny van. Running back meg a quarterback között kiné van többet a labda a földön. First down amúgy mind a kettő, tehát Jackson is és Freeman is. Sőt, Hollywood Brown összesumákol, még egy first down, hát beindult a Ravens, clutch Baltimore. Nézzük, mennyire clutch? Hát van a Ben Powers-től egy holding, tehát az mindig előfordulhat. eleve miért van Ben Powers a pályán? Hát igen, nincs más konkrétan, itt tartunk. Végül is egy perc 15 másodpercnél 49 yard kellene a Tuckernek berúgni, az úgy egy közte hat lesz. Időkérésen nincs a Clevelandnek. Na nézzük, Baker, megcsinálod-e a szerződést magadnak? Hát eldobja Justin Houstonnak a szekjéből a labdát, amit már ott elkönyveltünk, hogy akkor elkapja, de nem. Landry, Hooper nem fogják meg az indításokat. Negyedik és tíz, Joku rövid, Bowser szereli. Ez lett volna itt az utolsó próbálkozás, amit a Cleveland elindított. Nem volt egy szép látvány. 6-6 ezzel a mérlegük, a Baltimore 8-3 bőven előttük vannak. 6 éve nem nyert senki a ligában úgy, hogy több mint 4 interception dobott. Hát most ez a Ravens azt mondta, hogy elfogadják a kihívást. Megnyerték ezt a mérkőzést. Hát akkor felteszed a kérdést, hogy a Browns hogy akar nyerni rangadon, hogyha már így sem megy. Ha hát nyertek már régebben, ja, jó, akkor végül is jó van. Lesz még sok csoportmeccsük, hát azok nem tudom, hogy ilyenek lesznek-e, de hát azért szoros mérkőzés, nem kíméli azért szerencsétlen szurkolót, hogy azért próbáljon szórakozni valamennyire, de hát aki nyer, annak igazából ez mindegy, ezt nem kell megmagyarázni. Aki ilyen borzasztó, rossz mérkőzésen gyenge teljesítménnyel még veszít is, mint például a Cleveland, annak azért nehéz megmagyarázni utána, hogy hogyan nem lehetett ezt a gárát felülmúlni, a képen a szembe jött. De hát tudjuk erre a válaszokat, hát a mélyfél nagyon rosszul van. Akkor minek van a pályán? De ezt az kínum is megcsinálná, hallod? A nullás hendofokat ő is kiosztaná. Mert most azok voltak, semmit nem bírtak szaladni, aztán el is dőlt, hogy itt nem nagyon lesz reményük. Nagyon sok baj van Cleveland browns pedig azt hallottam, hogy itt nagyon mély a keret. Most eljutottunk oda decemberre, hogy valójában egyáltalán nem olyan mély, átlagos a keret. Vagy hát lehet, hogy a támadó falba meg a secondary-ben nagyon jó, ügyes, beugló gyerekek vannak, csak hát azok nehezen nyerik meg a meccset. És akkor most a grande finálé van itt, a uh, mindenki által nagyon várt Dolphins Panthers találkozó. Jalen Waddle villan az első drive-ban, harmadik és 11-re 20 adott repeszt a félpályáról. Nagyon-nagyon korrekt top 10-es volt Jalen Waddle, azt kell mondani, mert hát megvoltak ugye Chase-nek is a hetei, amiknél úgy nézett ki, hogy utolérhetetlen, de Vadul nagyon szépen termel, úgyhogy megszolgálja. Abszolút azt a magas kiemelést, viszont Tuát megütik vakoldalról, az melyik? Az neki a jobb oldala, és hát ezáltal nem lesz belőle pontszerzés, mert hátrafele pattog a labda, és a miami marad ugyan, de pont. Flores már az első playre cselendzselné, hogy övé kellene, hogy legyen a labda, de hát négy játékot várniuk kell, mire akkor megérkezik a pontblokk Dolphins részéről Riley volt az, aki odaért, és a Justin Coleman szedi össze a labdát, amit aztán be is tolnak vele együtt a célterületre a többiek, úgyhogy special team touchdown nyit a Dolphins. Panthers válaszol, DJ Murnak 64 yardos találat Newton részéről, akkor mi nem is sejtették, hogy passzolási eredményességnek a nagy része az itt ebben az egy playben majd véget is ér. Végül kívül tartják Mort, de hát így is a nagy játék ugye megérkezett. Newtonnak egy keeperből van meg a touchdown a drive-nak a végén, amikor a trend scott befordítja őt, eredeti helyén nem találja meg a lyukat, de akkor jobb gárd irányba helyezi, és akkor Newton bemegy a festett részre. Így 7-7 Caroline-nálnak, hát fejfej -fej mellett a fiúk, ahogy azt mindannyian vártuk kiírják, hogy túlának a passzpontossága 20 yardon túlra, ami hát neki nem éppen a védjegye, hogy a messzire szívesen dobálgatna, de a ligában a második legjobb, ami át illeti. Csak Kyle Murray dob pontosabban nála távoliakat. Persze ezt azért befolyásolja, hogy valószínűleg nem túl sok átadásról van szó, tehát lehet ilyen 25-ből 14, vagy valami hasonló, de ettől függetlenül 56%-a dobálgatja messzire, az azt jelenti, hogy nem szívesen, de hogyha kell, akkor megoldja. Tehát vágod ez a derekkárféle verzió, hogy ő se szívesen, de hogyha rá parancsolnak, meg fegyvert fognak a fejéhez, akkor amúgy dobná. Hát most tagovajlóában látunk ilyet. Nem, most se így játszanak, de majd ha szükség lesz rá, hát jogos. Most hétből hét jó átadással nyitja a mérkőzést. Tango, amíg Phil Hoskinsnak a szekje le nem zárja próbálkozások sorát, úgyhogy pont következik. Miami Defense szokásos extrém váltásokkal üzemel, mindenki megy mindenhova vonalról, és hát nem is tud sikereket elérni a levegőben Cam Newton. Robikát például úgy alul dobja, hogy a Javon Hollandnek egy interception is be tudnak írni. Hát az nehezen fogod rá az exotikus blitz csomagra, mert egész egyszerűen. Háta mögé ment a wide receiver -nél. A túl hatás, ugye, egyértelműen tetten érhető. Special team megtanul focizni, és defense összekapja magát, amennyiben tagovailoa van a center mögött. Ezt Brissett soha nem tudná lemásolni. Three and out van a támadásban, hát arra nincs hatása. Kóterbek úrnak, tagovájlóának, csak a defense-re meg special team -re pedig még a Lindsay is debütált, Filip, akit ott elloptak a erről, nehogy elvigye eszi közvetlen playoff rivális állítólag. Az egyik snappet félre kezeli Tagovailo, hát onnantól kezdve már nehezen lesz játék belőle. Kem teljesít egy passzjátékot, az nagyon ritka, de hát az is holding miatt visszafele megy, mert hát Michael Jordan holding szabálytalanságát észrevették a játékvezetők. Sárodban ugye itt van Gárd Michael Jones az egyik leghíresebb ezen a néven, ebben a városban. Második és 15 Miami játékosok halázgatnak, pedig hát ők a Delvinek, de hát ez történik, mert tudják, hogy Newton kezéből egy egészen reménytelen lefülelhető átadási kísérletek jönnek ki, és például Zephyr Howard, aki korábban is csinált már pikkeket, most úgy dönt, hogy beleavatkozik a játékba, 25. interceptionje karrierje folyamán megérkezik, és vissza is viszi a tízesre. Na hát erről lenne szó, mert az előbb a Halend, fiatal gyerek vágott, megcsinálta az interception t valahol fél aztán kész, levitték. Hát abból nem lesz pont, láthatod. Dolphins védekezés megszerzed a labdát, és aztán néz vele, hogy aztán tagováló, be tudja fejezni, meg jól ügyesen nézzen ki. Hát így van. Most például vadulnek, adja a touchdown paszt. Kiváló ütemű átadás, mielőtt megállhatna, reagálhatna a védő, már kijön a kezéből Tagovailovának. Vadul meg a hát nyilván biztos kezű. Nagyon szenved Carolina-nak támadó fal, vagy, hogyha röviden mondjuk, akkor Carol, Carolina offensive line, futás nincsen, sietve dob cam. nincs kinek, senkihez se dobja igazából pan. Tua megtalálja vadult play actionből, 17 yardos a levegőbe töltött idő, de átváltja 57-re. Ugye ott a jaktenyészet. Gyorsulási verseny. A védőkkel végül is a vörös zónába tudják megállítani. Újabb playfake Ahmed 9 yardost rak előre számos ket formációt meg tudunk nézni, amiből Gaskin touchdown is jegyez, 21 hétre Dolphins el tud húzni. Carolina pedig repetitív, teljes mértékben ezek a működés képtelen játékokat ismételgetik. Egyik a másik után besül, ráadásul még zászlóznak is, úgy jönnek egy 3 föl, hát elég rossz nézni. A defensenek kellene előlépnie, amennyiben a carolina beszélünk, hogy ne nőjön a távolság. A harmadik és 18 megadja magát a Dolphins. Tehát ott azért tényleg arról van, hogy összeszedi magát a védelem, de most már ott van, hogy nem csak, hogy ne kapjanak, hanem már labdákat kellene szerezgetni. Talán másfél perc még valamire elég lehet a carolina -ra. gondolnánk, amikor visszakapják a labdát. Abdulának van egy elkapása, de hát a többi az pocsékba megy. Nyomás van, folyamatosan Newtonon nem tudnak semmit se kezdeni vele, olyannyira, hogy még egy perce van a Miami-nek a féjdő vége előtt két időkéréssel, hogy hozzá rakjanak az addigi terméshez. Hát Field Goal Drive összejöhet, egy ilyen pontos irányítóval, mint a a minden körülmények között, hát 20 passzából 17 jó volt, szóval hát nem van nehéz majd megteremteni Vadulnek és Fordnak vannak fontos elkapásai ebben a tervben, hogy még egy hármas megteremtődjön. Tua lába között elmegy a snap, már megint baj van, már megint baj van a snappel. Luvu megleli a caroline hát akkor itt van. Most a Carolina előlép, rohan vissza, de letelik az idő. Metrul reklamál, hogy hát biztos nem volt ott egy másodperc spori alamizsnából felírnak egy másodpercet, hogy akkor még a Carolina is csináljon valamit, azért mégiscsak kompetitív ligának jobban néznek ki, hogyha itt lenne egy mezőnygól. Jön Zén González 41-ről pipa, tessék a kujta gól, drive csak a másik irányba. 10-21 fédei állás. Carolina jön, harmadik és egy, Abdulának a handoff, úgyhogy van opciós lehetősége, hogy megtartsa-e, vagy hátrafeldobja dobja még a Hubbardnek, Csubinak. Inkább úgy hogy megtartja, hiába van előtte a védő, vagy izomból áttolja, hát szerelik könnyen. Negyedikre, fake punt. Hoppá, protektor futás Sean Chandler részéről, megvan a first down, de nem hosszú. Tehát itt arról van szó, hogy persze nagyon örülünk Sean Chandler, hogy megcsináltad protektor futásból, de hát be kellett volna vinni TD-re vágod. Mert hát így másból nem igen lesz. Már-már bravúr kategóriának gondolom azt, hogy ennyi labdaügyes fiúval ennyire nem bír haladni a Carolina Panthers. Tehát most mi van vele Joe Brady? Őszintén kérdezem, nem akarsz menni a Las Vegasba vezető edzőnek? Vagy most miért? Miért történik ez, amit látunk? Hát ez egyik legrosszabb támadó performance, amit el tudok képzelni liga szinten. Megtörténik ezen a meccsen. Jó, nyilván Cam Newton se segít benne, mert ugyanúgy néz ki ez az offer, mint a legrosszabb Darnold napokon. Darnold hogy van? Vissza tud jönni majd verseny? Ó, hát még az kéne. Félpályára most a tényleg elpantolják. Hát akkor ennyit szerencsétlen Sean Chandlerről. Ha nem viszed be, akkor ez van. Miami megtanítja, hogyan kell akkor az option Félpályáról Tagovailoa jobb kezével, Ahmednek nagyon sima first down. Jalen minden útvonalat megnyer egészen durva, ami történik ott. 9 elkapásból van 137 yardja első éves fiúnak. Geszikére nincs is semmi, szükség. Beharangoztam, ha az rossz tippek. Ha itt majd gesziki enni fog, de hát semmi szükség rá, hogy találkozzon egyetlen a labdával. Austin Jackson holdingjával megyünk tovább, aki most bal gárdot játszik. Ja, tavaly választották ki első körben, hogy majd jövő nagy leftekülje. Hát borzasztó volt, idén is borzasztó, és belakták Balgárnak, ő a következő Eric Flowers, hadd mondjam el. Hogy majd egyszer, majd talán ráérez erre a gárdposztra, de már másik csapatban. Aztán, hogy egy évre visszajön, hát milyen jó befektetés volt. Redikre Tantingot dobnak a játékvezetők, Metrul, látom sírni tudna az oldalvonalnál, hát nem emiatt kéne örek, hanem hogy támadtok. Smite a Titan a Drive-ban, mert azért van olyan, hogy a tight keresít a Tagovailoa, jó hosszú támadás, a gólvonal környékén egy Gaskin White Cat touchdown. 27-10. Brian Burns komoly lebaszást tart a fiúknak az oldalvonalnál, mint a defense csapatkapitány. Magáinak érzi a feladatot, hogy ott most mindenkivel üvölcsön. Védő koordinátor Phil Snow, hát ő nem ezt a kemény szeretetet képviselő, a puha szeretet. Nem baj, fiúk, jó volt azért, megpróbáltátok? Burns úgy dönt, hogy most ideje akkor mindenkit elküldeni a Sunderba. Második és húsz, eközben a pályán, Elfline holdingja után alakult ki, ez ugye mínusz 10. Kem várna, hogy akkor hát menjetek mélyebbre. Kiforogna, elkapja Jalen Phillips, szek, megtörténik az egy vonalon. Ajjajjaj, pont, nem blokkolják ezúttal a delfinek, de rövid pálya az van. Hát az a jó, hogy van idő beszoktatni a Filip Linzit, mert ugye eldőlt a mérkőzés, akkor adnak neki jó néhány labdacipelés, de hát komolyabb sikerélménye azért nincsen. Tua fél napja nem dobott incomplete paszt, de hát úgy vannak vele, hogy jobb menjen inkább a handoff. negyedik és egyre is földön megoldják, Ikenberg azzal tud hozzátenni, hogy ő is szabálytalan, aztán így zászlóval Tovább nyújtja a drive-ot, aminek a végén Sanders 46-ról kapuba talál. Kem 5 per 20-as utatóval végül is leül a kispadra. 20 pass kis, 5 ment a helyére. Helyette PJ Williams, nem, PJ Walker. Állásinterjúra jön be, hogy ugye a ugye ligába per csapatban maradjon, nem pedig felmosni, mert akkor az mindegy lenne, hát ti vagytok felmosva sajnos. Okba szekkeli azonnal csak így, hogy tudja mire számítson. DJ Murnak megy a 18 jardos átadás, ó, oh, lesz itt futball, Akkor Philips a következő szekkel. Menekül PJ. Tudja, hogy jönni fognak érte, elengedi a labdát, kockáztat. Interception. Nick Needham. Ez itt a Tua futball. Defense összerakja végére. Felhúzza a számokat, labdaszerzések, nyomásgenerálás. BJ még a garbage-ban igyekszik beelőzni Kem newton ugye a yardok számában is. Jalen Phillipsnek megjön a harmadik szekje, úgyhogy egy rettentő hype fog majd kapni ezután, hogy a durva dolog, ujjanszként a három szek. Valójában itt már akkor jött, amikor ki tudja hányan voltak a pályán. 5-7 mindkét csapatnak a mérlege. És a, Car a Miami-nek következő fordulóban Mike Glennon féle New York Giants lesz az ellenfele, tehát minden ott, egy újabb dupla hez azok után, hogy egy héttel kezdtek. Hát azt mondják, hogy egy hétről ilyen tíz hét lesz majd év végére. Mike Glennon, az mekkora pálya mágnes az a csávó, ezt mondta múltkor Mariotáról, hogy neki véletlen se sikerül pályára menni, mint csere irányító, Glennon meg állandóan ott van. Most akkor Dolphins ellen megmutathatja majd, hogy mennyivel jobban tudja használni a csapatát, mint Cam Newton a Carolina Panthers. Panthers óriási a baj. Láttuk már néhányszor, és amikor megjött Newton, azt hittem, hogy elmúlt minden. De nem, tovább is ugyanazt a bajos játékot tudjuk nézni. Hát ezzel így mondanám, hogy nehézen lesz playoff, de ki sem lehet kerülni a playoff képről, ami így az In The Hunt mezőt jelenti az NFC-ben, de hát játék alapján ki lehet kerülni. Ez, ez nem az a szint volt, ami ott elfogadható lenne. Ennyi lett volna a fotball az előző játék héten. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet egész hétre. Amennyiben még nem láttad puszta véletlen a Militár készített közös adást, akkor azt is tudom ajánlani itt a csatornán, hiszen ugye a héten az is kikerült. És akkor folytatás holnap, rossz tippek a hétvégén, illetve FCS összefoglaló. Jövő héten pedig találunk tovább, következő játék hétről is majd hasonló mennyiségben vállak titeket. Köszönöm szépen a pártaló tagoknak, akik működésemet honorálják. A patreon.com-on te is tudsz csatlakozni, amennyiben. Leírásban lévő linkre kattintasz, és még nem vagy ott. Nagyon köszönöm mindenkinek, mint ahogy az egész hetes megtisztelő figyelmet. Remélem folytatódik a továbbiakban is. Szevasztok!